Kedves diákok, kedves szülők, kedves tanárkollégák! Mai alkalomra hoztam magammal valamit. Itt van a lábamnál. Egy kis zacskó. És érdemes kitalálni, hogy olyan mi van benne. Annyit elárulok, hogy nem kis nyuszi. Azt is elmondom, hogy nem süni. És még nem is a kedvenc plüss állatom, amit annak idején a gyerekektől kaptam, egy kis szamár. Egészen más valami van benne. Valami olyan, ami kötődik valahogyan az új tanévhez. Bagó is lehetne benne, nagyon jó. Egyébként van plüss bagyom is, mert itt János, illetve Kinga nővér is a tanévnyitón emlegette a bagyokat. De nem állat, hanem valami tárgy. Még pedig kettő valami. Egy szivacs és egy kréta. Talán látszik mindenki számára messziről is. Egy szivacs és egy kréta. És azért hoztam a szivacsot és a krétát a mai alkalomra, mert úgy gondolom, hogy a tanévkezdő szentmise az mindig jelzi, hogy egy új lehetőség nyílik számunkra. Olyasmi, mint egy tiszta tábla, mint amikor a szivacssal letöröljük a táblát, ami már koszossá vált. És nyilván a kréta, ami a mi kezünkben is az Isten eszköze lehet. Egy tiszta táblával indulunk tehát, egy tabula rázával indulunk ennek az új tanévnek, és igazában rajtad is múlik, hogy hányszor és hogyan kell tisztává tenni, és rajtad is múlik, hogy mi kerül föl a te gyöngy betűiddel erre a tiszta táblára. És nyilván ez nem elsősorban fizikailag értendő, amikor majd átmentek most már hétfőn szó szoros értelmében is az iskolába, és elkezditek a tanulást, hanem talán sokkal mélyebben értendő a mi szívünkre, a mi lelkünkre is. Mert egy iskolának nem csak az a feladata, hogy az értelmünkhöz, az agyunkhoz szóljon, és hogy sok mindent így bele tömködjön, hanem talán még inkább a szellemi, lelki fejlődésünket szolgálja, ez pedig elsőrendű, hogy tudjunk a lelkünket is folyamatosan tisztává tenni. Ez az új tábla, ez a tiszta tábla csak Istennel szövetségben jöhet létre. Mert ő azt mondja, hogy újjá teremtek mindent. Ő azt mondja, hogy az új bor új tömlőbe való. És ő azt mondja, hogy új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Ez az új, ez a tisztaság, ez a tiszta tábla rajtad is múlik. És ebben a szentmisében kérjük nagyon-nagyon a Szent Lelket, hogy lelkesítsen bennünket, hogy napról napra tudjunk megújulni, ha kell újra és újra bocsánatot kérni, hogyha piszkossá vált ez a tábla, és ha kell, tudjunk napról napra újrakezdeni, és az ő segítségével méltó módon be is fejezni majd ezt az új tanévet.